Sziasztok, Borsziki Péter vagyok, ez kicsit ilyen vlogolósabb videó lesz. Családommal elmegyünk Kecskemétre wellnessezni. Megérkeztünk Kecskemétre, kicsit körbeszaglászunk. Megálltunk egy kicsit fagyizni, én eszek két gombót, laktózmentes citromfagyit, illetve persze a vitaminjaimat, hogyha már táplálékkiegészítőkről van szó, szóval akkor ez a legfontosabb. Sziasztok, most jöttünk vissza a városnézésből, ezután elmegyek a hotelnek, kipróbálom a konditermét, és itt egy gyors tanács, hogy próbáljátok meg a napi szénhidrát bevitelek nagy részét az edzés előtti 1-1,5 órára összpontosítani, hogy ilyenkor legyen energiátok edzeni, utána pedig edzés után pedig gyors felszívódású szénhidrátokkal, például a cukrokkal fedezni a szervezet megnövekedett energiaszükségletét. Outfit on point. Nézzük meg a termet. Sziasztok! Beszéljünk egy kicsit akkor a pihenésről és regenerálódásról, és hogy találhatnánk ennél autentikusabb helyet, mint itt a hotel szoba ablakából. Nagyon szép a kilátás, szerencsére. Nos, tehát regeneráció. Bizonyára sokan tudjátok, az izomépítés nem edzés közben zajlik, hanem utána. Edzés közben csak az izom felpumpálódik vérrel, ezért tűnik nagyobbnak, de a valódi izomépítés az utána történik, a rá következő 24-48 órában. Mégpedig azért, mert az edzés az egy inger, minek hatására mikrorepedések keletkeznek az izomrostokban, és mint egy adaptálódó, mint egy alkalmazkodva ehhez a terheléshez, és felkészülve a következő terhelésre megvastagodnak. Ez az izomhipertrófia. De ennek elérésére szükség van megfelelő tápanyagra, elég magas fehérjebevitelre, ami támogatja az izomépítést, illetve egy olyan edzésre, ami elegendő ahhoz, hogy kiváltson egy ilyen reakciót, illetve megfelelő pihenést. A regeneráció függ izomcsoportoktól, genetikától, illetve edzettségi szinttől is, de azt javaslom, hogy minden izomcsoportra legalább 48 óra pihenőt hagyjunk. Például hasra, illetve lábszárra, vádlira, ennél kevesebb idő is elegendő nekik a regenerálódásra, ennek ellenére ez mégse azt jelenti, hogy minden nap meg kell őket terhelni.